Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Elektronikai gyártás, fejlesztés. Pécsi cégnél ismerkedtek a szakmaterülettel a fiatalok. Csak 12 év előre kitervelt gyilkosságért. Szavazás és javaslat a pécsi bűnügyben. 375 milliós beruházás a Bói Ipari Park fejlesztésére. Letették az üzemcsarnok alapkövét. Szemmelweis napi ünnepség, egészségügyi szakdolgozók elismerése Baranya vármegyében. Lezárult az iparkamarai nyári tábor első turnusa. A fiatalok az egyik pécsi elektronikai cégnél ismerkedtek a termelési folyamattal, a fejlesztések megvalósításával. A nyári tábort a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezte pályaválasztás előtt álló általános iskolásoknak. Így akarnak segítséget nyújtani a továbbtanulási döntésük meghozatalához. A panel elhalad, a robot mozgatja a panelt egy ilyen ónszökőkút fölött. Ez történik ebben a berendezésben a munkafolyamat során, magyaráz az egyik pécsi elektronikai cég munkatársa a fiataloknak. A helyi iparkamara nyári táborának résztvevői ezzel az iparterülettel ismerkedtek pénteken. Dallos Emese Komlóról érkezett, 12 éves. Azt mondja, több ágazatot megismerhettek a táborban egy hét alatt, a gyógyszeripartól az elektronikáig. Nekem a gyógyszerészet nagyon tetszett, sok izgalmas dolgot csináltunk, meg most ez is tetszik, ez az elektronika. Miért? Mert az elektronika érdekel nagyon, meg az informatika. A cégnél többféle feladatot végeznek, ezekbe láthattak bele az általános iskolások. Mi alapvetően az Elektronika Kft-nél elektronika gyártás fejlesztéssel foglalkozunk. Ugye mi a gyenge áramú szakterületnek vagyunk a, úgymond a felelősei, és ezzel is foglalkozunk. Különböző ipari elektronikák, vezérléseket láthatnak itt a jövőbeli kollégáink, lehetőség szerint, ugye most még reméletileg fiatalok, de majd biztosan meglátják ezt a lehetőséget, amit itt az Elektronika Kft belül mi biztosítani tudunk. Szívesen fogadják a fiatalokat a cégnél, hiszen a jövő munkatársai lehetnek ők, akikre szükségük van a működéshez, fejlődéshez. Már az érzékenyítésnél azt gondolom ebben az időszakban meg kell kezdeni, tehát ahogy az előbb is említettem, fontos számunkra az, hogy a fiatalok már most meglássák azt, hogy milyen lehetőségek rejlenek az elektronikai szakmában, akár a gyártás területén, akár esetleg a szoftverfejlesztés területén. Ez egy eléggé komplex szakmaterület, és ennek megfelelően várjuk is a fiatalokat, hogy ráhangolódjanak erre a szakirányra már. Elektronikai műszerészek, gyártástechnológusok, villamosmérnökök, informatikusok, gépészmérnökök, többek között ezek azok a képzettségek, amiket keresnek a cégnél. A fiatalok a szakmatanuláson keresztül is eljuthatnak ma már a mérnöki szintig. Erre van lehetőségük. Ezért fontos megmutatni még a pályaválasztás előtt a lehetőségeket, mondja az iparkamara munkatársa. Ma az e-elektronikához jöttünk el, ahol elektronika, elektrotechnikával foglalkoznak a gyerekek, és valós gazdasági környezetben fogják megismerni ezt az ágazatot, és nem csak céglátogatáson mennek körbe az üzemben, hanem egy ajándékot is visznek magukkal, ez a újrahasznosított hulladék, vagy a termelésben keletkezett hulladék anyagból egy kazú hangszert fognak készíteni. És ezzel egy kis alapanyaghoz is hozzájutnak, a termelésnek a folyamatát is belelátnak, úgyhogy így kézzelfogható élményt fognak hazavinni az elektronikától. Ez a henger alakú hangszer, amit a gyerekekkel együtt készítettek a dolgozók. A helyi iparkamara nyári tábora a jövő héten folytatódik. Újabb 10-13 éves diákok ismerkedhetnek meg a különböző területeken dolgozó baranyai cégekkel, és ismerhetnek meg számos szakmát, amiket akár élethivatásukul is választhatnak később. Elége a 12 év fegyházbüntetés egy szándékos, előre kitervelt gyilkosság elkövetőjére? Ezt kérdezi az egyik online lap olvasóitól. A cikkben a tavaly történt kertvárosi esetet elevenítik fel, ahol egy 21 éves férfi egy idősebb hajléktalan csalt fel a lakásába, majd kalapáccsal és késsel végzett vele. Az ügyészség korábban 12 éves fegyházbüntetésre tett javaslatot.
Csak 12 évet kértek a pécsi fiatalra, aki felcsalt reggelizni a lakásába egy hajléktalant, majd agyonvert egy kalapáccsal. Ezzel a címmel ír egy bűnesetről a Pécs Aktuál pénteken. A lap elég ez a 12 év börtön egy ember életéért, akit szándékosan előre kitervelten gyilkoltak meg, kérdéssel szavazást is indított olvasói között. A Baranya vármegyei főügyészség előre kitervelten különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntettével vádolja a 21 éves férfit. Vádiratában arra tett indítványt, hogy amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűncselekmény elkövetését, őt a bíróság 12 év fegyházra ítélje. Ismertette kérésünkre az ügyészség álláspontját és indítványát a szóvivő helyettes. A vádemelést május 24-én hozta nyilvánosságra az ügyészség. Ebből kiderül, a fiatal férfi zárkózott lett, miután meghalt az apja és a nővére is. Elszigetelődött a környezetétől, gyógyszert szedett és rendszeresen alkoholt fogyasztott. Tavaly év elején újabb fordulat állt be a viselkedésében. Erőszakos, gyilkosságokkal teli filmeket nézett, majd foglalkozta kezdte az emberölés elkövetése. Az ezzel kapcsolatos gondolatait pedig a telefonján hangfelvételeken rögzítette. A férfi tavaly augusztus 20-án egy egyetemi gólyatáborba utazott. Másnap hajnalban a gólyatáborból felhívták az édesanyját, hogy vigye haza, mert gondok vannak a viselkedésével. Édesanyja hazavitte a fiát a pécsi lakásába, aki hajnalban kiment az utcára, majd találkozott a későbbi áldozatával. A fiatalember meghívta magához az idősebb hajléktalan férfit és étellel kínálta. Miközben a sértett a konyhaasztalnál evett, a házigazda mögé lépett és egy kalapáccsal a fejére sújtott. Az áldozata próbált védekezni, de a támadója még többször fejbe vágta szerszámmal. Amikor az ütésektől a padlóra esett a sértett, a fiatal háromszor mellkason szúrta egy konyhakéssel. A bántalmazott férfi a helyszínen meghalt. Az ügyben még nem tartottak előkészítő ülést, ahol az ügyészség 12 éves fegyházbüntetési javaslata szóba kerülhetett volna. Rövid híreink következnek. A Nemzetgazdasági Minisztérium a KSH jelentése alapján megállapította, hogy mind a benzin, mind a gázolaj esetében csökkenteni kell az árakat. Ezért a kormány felszólítja az üzemanyagkereskedőket, hogy a családok védelme érdekében térjenek vissza a korábbi hónapok gyakorlatához, és áraikat mérsékeljék a szomszédos országok átlagára alatti szintre. Ellenkező esetben a kormány továbbra is kész beavatkozni az üzemanyagpiacon. Tette meg pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium, írja az MTI. A Központi Statisztikai Hivatal pénteken kiadott adatai szerint a szomszédos országokban a benzin átlagára 606 forint, a gázolai 611 forint. Szeptember 22-ére tűzték ki az időközi választás időpontját a pécsi 15-ös választókerületben, ahol június 9-én ritka kimenettel szavazategyenlőség alakult ki. Mint ismert, a körzetben szavazategyenlőség alakult ki a Pécsi Polgári Szövetség aspiránsa Vörösné Deák Andrea és a baloldali koalícióban induló Fűri Csaba között. Mindkét jelöltre 1224-en voksoltak, így mindketten a szavazatok 36,68%-át kapták, emiatt a helyi választási bizottság eredménytelennek nyilvánította a voksolást. Jövő hétfőn kezdődik az otthonfelújítási program, amely az 1990 vége előtt használatba vételi engedélyt kapott családi házak energetikai korszerűsítését támogatja Európai Uniós forrásból, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára csütörtökön. Fábián Gergely hangsúlyozta, hogy a program célja az adott épület energiahatékonyságának javítása, és legalább 30%-os energiamegtakarítást kell elérni a felújítással. Csütörtöktől pedig már elérhető az építésügyi minőségellenőrző innovációs non-profit Kft. Honlapján az otthonfelújítási program keretében támogatott építési termékek, valamint hő- és meleg víztermelő berendezések listája. Kölcsönkérelem hétfőtől, július 1-től nyújtható be az otthonfelújítási programra az mfb.plus lakossági hálózat bankfiókjaiban, hívta fel a figyelmet a minisztérium.
Új üzemcsarnok épül Bolyban. Az ünnepélyes alapkőletétet pénteken tartották. A 375 millió forint összegű beruházás a Bolyi Ipari Park fejlesztése 5. ütem című és TOP Plus projekt részeként épül fel. A projekt 2 ütemből áll. A teljes költsége 800 millió forint, mely a Széchenyi Terv Plus program keretében valósul meg. A kormányzat kiemelten kezeli a dél-dunántúli térség fejlesztéseit, ehhez pedig az is kell, hogy legyenek helyben megfogalmazott fejlesztési elképzelések, projektek, mondta a Bolyi Ipari Parkban Őri László, a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke. Ha van Baranyában olyan város, amelyre mintaként tekinthetünk, akkor Bolyi városa ilyen, hiszen az az iparfejlesztés, amelyet az elmúlt 10 évben megvalósítottak itt a bolyiak a kormány, illetve a vármegye támogatásával, az azt gondolom, hogy egész Baranya, de a Dél-Dunántúl számára is mintaértékű. Az elmúlt 10 évben megvalósult ipari parki fejlesztéseknek köszönhetően ma már 33 vállalkozásban több mint 1000-en dolgoznak itt Bolyban. Most a területi operatív program plusz vármegyei fejlesztési keretéből 800 millió forintból egy új csarnokkal bővül ez az ipari park. Bolyi város önkormányzata a projekt kedvezményezettje. Ezen a területen új hasznosítható ipari területeket alakítanak ki közművesítéssel együtt. Új ipari tevékenységre alkalmas csarnokot építenek. Az ipari park terület 63 hektár, lassan teljesen megtelik, ezért elindították a fejlesztést, mondta Hárs József polgármester. A fejlesztés az 2 ütemből áll. Egyrészt szeretnénk egy üzemcsarnokot építeni, ehhez pályáztunk, és ennek az alapkőletétele lenne most. A másik projektnek a másik része pedig az, hogy megvásároltuk immár 2 éves folyamat a Tötösi országútnak a keleti oldalát. Itt vásároltunk 40 hektárt, és ezt a 40 hektárt szeretnénk bevonni az ipari park területébe. Ehhez természetesen infrastruktúrát kell építeni hozzá. Ez lenne a projektnek a második része, kellene építenünk mindent. Tehát már 2 évvel ezelőtt elindítottuk, hogy Mohácsról kijön egy új 22 kV-os vezeték, hogy legyen elég villamos energiánk. Építünk egy gázvezetéket, utat, termálvizet, vizet, szennyvizet, optikát, tehát van még mit építeni. A második ütem most indul, ugyanis most arra sikerült a terület beszerzése. Ezért teszik most le az alapkövet, ami erre a csarnokra szól. Azonban a teljes beruházást el akarják indítani. Ehhez nyertek támogatást, de 20-25% önerőt le kell tenni a Bolyi önkormányzatnak, fogalmazott Hárs József. A projekt további folytatását már Fehérvári Dávid újonnan megválasztott polgármester végzi beiktatása után októbertől. Bolyi sikere ugye azon alapszik, hogy polgármester úr 3 évtizeddel ezelőtt kialakított egy olyan fejlesztési programot, hogy az önkormányzat építi az ipari parkban a csarnokokat, és ezeknek a bérbeadásával egy komoly bevételre és iparűzési adóbevételre tesz szert a város. Úgy gondolom, hogy ezt a munkát folytatni kell. Örülök annak, hogy ismételten egy újabb csarnok fejlesztés előtt állunk, és ugye ennek a projektnek a második fele az az új 30 hektáros ipari parki bővítés, amit az önkormányzat meg fog valósulni. Ezt a munkát folytatni kell. Fehérvári Dávid hozzátette, a település fejlesztésére is több gondot, figyelmet kell fordítani a jövőben, ugyanakkor az ipari park jelenti Bolyváros számára a bevételt, ezért mindenképpen folytatni kell a megkezdett fejlesztéseket. Semmelweis napi ünnepséget rendezett a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Baranya vármegyei területi szervezete. A rendezvényen a kész szerepe a kórokozók terjedésében címmel előadást tartottak, valamint megemlékeztek a kamara megalakulásának 20. évfordulójáról is. Az ünnepség végén elismerő okleveleket adtak át, az eseménynek a Baranya vármegyei közgyűlés díszterme adott otthont. Magyarországon 33 éve ünnepeljük a Semmelweis napot, 13 éve a Magyarországgyűlés július 1-ét a magyar egészségügyben szabadnappá nyilvánította, mely elismerése az egészségügyi szakdolgozóknak. Ezen a napon, illetve ezt a napot megelőző napokban megemlékeznek Semmelweis Ignácról, az anyák megmentőjéről, és díjakat adnak át szakdolgozóiknak, mondta Szekeresné Izsák Margit területi elnök. A mai programunkon is a kéz mosás, illetve a kéz fertőtlenítés jelentősége egy előadás formájában meg fog jelenetni, vagy megjelenik itt a mai napon.
amely egy kicsit útmutatót ad a továbbiakban a jelenleg egészségügyben dolgozó szakembereknek, ennek a kiemelt jelentősége akkor vált igazán hasznossá, amikor a COVID-járvány idején valóban nem csak az egészségügyi dolgozóknak, hanem minden magyar állampolgárnak kiemelt feladata van, és azt gondolom, hogy jelenleg is fontos a kéznek a fertőtlenítése. Az ünnepségen megemlékeztek a 20 éve megalakult egészségügyi szakdolgozói kamaráról. Meghívtuk azokat a kollégákat, akik a szervezésben, a kialakításban és a működtetésben ebben a 20 évben részt vettek. Őnekik emlékplakettet fogunk átadni, közel 30-an veszik át. Szemelvesz napi oklevélben 26 kollégát részesítünk, és 10 fő kap kongresszusi részvételi díjra elismerő oklevelet. Új díjat alapította a területi szervezet. A hallgatói feedbackek a szakképzőiskolában a hallgatói feedback alapján a kiváló gyakorlóhely címet adjuk át elsőként. Ezt a szívgyógyászati klinika fogja megkapni, ezt az emléktáblát. Kiváló gyakorlati oktatói díjat kapott elsőként Meister Péterné gyakorlati oktató, aki éppen 45 éve végzi hivatását. 1980-ban dolgozok a Pécsi Urológia Klinikán, 5 évig mint háromműszakos ápoló, majd pedig több mint 10 évig osztályvezető főnővér, utána 20 évig klinika vezető főnővér, majd 18-tól koordinációs ápolás szakmai igazgatóhelyettes, és igazából teljes mértékben átvettem az oktatást, ami nem csak gyakorlati oktatásból áll, hanem elméletiből is. Nagyon sok tanuló jön hozzám, nem csak ápolók, hanem gyermekápolók, mentőápolók, műtőszakasszisztensek, aneszakasszisztensek, gyógyszertári szakasszisztensek és fogászati asszisztensek. A Semmelweis napi ünnepségnek a Baranya vármegyei közgyűlés díszterme adott otthont. Rövid hírekkel folytatjuk a híradót. A NAV baranyai munkatársai július 1 és 7-e között kedden Pécs-Vasason és Hosszúhetényben a boltokat és vendéglátóhelyeket, szerdán Pécset a szállásadókat, csütörtökön Sejjén a strand büféjét, valamint a hét minden napján a vármegyében árusító szezonális zöldség és gyümölcskereskedőket ellenőrzik. A revizorok megjelenésére számíthatnak továbbá a Toxic Weekend, Orfű, illetve a Zsolnai Fényfesztivál árusai is. Az ellenőrök vizsgálják a nyugtai számladást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is. A vármegye építkezésein a hét bármely napján megjelenhetnek a hivatal munkatársai, ahol a dolgozók bejelentését és a foglalkoztatás egyéb szabályainak a betartását vizsgálják. A Pécsi Rendőrkapitányság munkatársai július 1-től augusztus 23-áig Pécsen a Széchenyi téren felállított Tourist Police pavilonban várják azon középiskolás diákok közösségi munkára történő jelentkezését, akik részt vettek az alapképzésen. Regisztráció nem szükséges. Az érdeklődőket a pavilon nyitvatartási idejében minden nap 9:30 és 17 óra 30 perc között várják a rendőrség munkatársai. A régió híreivel folytatjuk. Megtartotta júniusi rendes ülését Szekszárd megyei jogú város önkormányzata közgyűlése. Az alkalom különleges volt, hiszen először foglalt helyet a testületben Berlinger Attila, aki letette polgármesteri esküjét. Az ülés a frakció közötti összetűzésektől sem volt mentes. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez Hű leszek. Ezekkel a szavakkal tette le polgármesteri esküjét Berlinger Attila, Szekszárd újonnan megválasztott városvezetője a közgyűlés legutóbbi ülésén. Köszönöm még egyszer annak a sok-sok választónak és annak a szekszárdi lakosnak a bizalmát, melynek alapján a következő 5 évben én vezethetem a város képviselőtestületével együtt Szekszárd ügyeit, és ahogy a kampányban is ígértünk, szikrányit sem változik, az az elképzelés most sem, meg minden bizony a jövőben sem, hogy valamennyi szekszárdi polgár javára
kívánjuk jobbítani városunkat. A városvezető megválasztásáig a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója volt, erről azonban a új szerepköre miatt le kellett mondania. A közgyűlésen az őt helyettesítő személyről is döntöttek. A közgyűlés Gonda Mária igazgatóját és asszonyt bízta meg a következő időszakban, hogy egy új pályázat lebonyolításáig ő vezesse a művelődési intézményt, kulturális intézményt. Ezúton is tolmácsolom az egész képviselőtestület gratulációját ehhez a feladathoz, hiszen egy tökéletesen alkalmas személyt sikerült találnunk. A napirendi pontok tárgyalása során aztán vita alakult ki a képviselők között, mégpedig az épülő szekszárdi úszoda kapcsán. Az éjjel szekszárd tagjai szerint az erre vonatkozó kiküldött anyag tartalma nem volt teljesen egyértelmű, ezért módosításokat javasoltak. Igazából az úszoda kapcsán talán heves volt a vita, ez egy képviselőtestületben megszokott dolog. Egy olyan technikai együttműködési megállapodás kapcsán volt egy kis nézeteltérés a frakciók között, amely mindösszesen arról szól, hogy a már nem városi beruházásként folytatódó úszoda beruházásnál a építtető minisztérium egy olyan együttműködési megállapodást kíván kötni az önkormányzattal, amelyben az önkormányzat vállalja, hogy segíti a még nála lévő dokumentumok, információk átadásával részben az a kiírás végző minisztérium, illetve a minisztérium által kiválasztott új kivitelezőnek a munkáját. Tehát semmi másról nincs itt szó, mint hogy a város jó gazda gondosságával adja át azokat az információkat, melyek az elmúlt években a birtokába jutottak, és onnantól kezdve pedig a minisztérium és az általa kinevezett, illetve közbeszerzés útján megbízott gazdasági társaság, az a cég végezheti a munkáját, és az a szerződés alapján, melyet megint csak hangsúlyozom, a minisztérium és a kivitelező cég között köttetett, minden reményünk meg lehet arra, hogy jövő ősszel a szerződés alapján meghatározott határidőre végre a szekszárdiak birtokba vehetik az úszodát. A közgyűlésen részt vett korábbi két szekszárdi városvezető, Kocsis Imre Antal és Horváth István is, aki gratulált a június 9-én mandátumot nyert képviselőknek. Én a magam részéről, mint a térség országgyűlési képviselője, szeretném felajánlani továbbiakban is a munkámat a szekszárd városáira az itt élő emberekért. Mindenben maximálisan együtt szeretnék működni, és az az érdekem, hogy egy sikeres polgármester és egy sikeres testület legyen, és ami legfontosabb, egy sikeres város is legyen. A közgyűlés még a régi testülettel zajlott, az újonnan megválasztott képviselők októbertől kezdik meg a munkát. Berlinger Attila ez esetben kivételnek számít, hiszen Szekszárdnak ez idáig nem volt polgármestere, így ő már most elkezdhette a munkát. Egy különleges filmkészítő versenyt hirdetett meg a Pécsi Tudomány Egyetem Kultúra-Tudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kar, amit 2024. szeptember 28-án rendeznek. Ösztönzés céljából előzetesen tartottak egy bemutató programot, amin előadásokból és szemléltetésekből lehetett ihletet meríteni a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. A nem mindennapi ötletből adódóan nem csak a helyieket, de a külföldi diákokat is vonzotta az esemény. Pozsonyban nagyon sok lehetőség van forgatni, és nagyon sok helyen tapasztalom már, hogy ez a mesterséges intelligencia nagyon sok helyre beivódott már, és nagyon sok mindenki foglalkozik vele, és az én szempontomból tartom azt, hogy jó a mesterséges intelligencia, és hogyha megfelelően tudjuk használni és alkalmazni, akkor egy nagyon kis frappáns dolog. Szerintem legalábbis. A megmérettetés célja, hogy a világ közelebb kerüljön a mesterséges intelligenciával való videókészítéshez, és barátkozzon a technológiával. Erről beszélt többek közt Kindl Gábor filmrendező, a Shoot for Earth verseny alapítója. Ezért hívtunk olyan szakembereket, akik ezt már nagyon jól ismerik, hiszen van már ugye mesterséges intelligenciával létrejött műsorvezető, különböző műsorok, különböző videók, és ugye a különböző videókban, filmekben a mesterséges intelligencia használata ugye egyre jobban erősödik. És azért gondoltuk, hogy legyen egy ilyen felvezető program, és ami már a korábbi sajtótájékoztatóban is elhangzott, mert mi azt szeretnénk, hogy a későbbiekben
Tehát, hogy ugye nem kiváltva az embert, az ember ötletét, az ember gondolkodását, de egy alkotótársat, egy segítséget hívhat maga mellé. Nagy Istók Tibor, szerkesztő, riporter és médiatanár szerint a videóvágás az egyik fő feltörekvő terület, ami felmerül az MI használatával kapcsolatban, de számos más témánál is segítséget tud nyújtani. Nagyon egyszerűen, mert nagyon futurisztikusnak tűnik, de nem. Mert a scriptwriting, tehát a forgatókönyvírástól, az ötleteléstől, a research, hogyan kutassunk le esetleg egy érdekes celebet, től kezdve egy kép készítésére. Most például a feleségemnek volt egy apák napja rendezvény ott Soroksáron, ahol mi lakunk, úgyhogy nyilván a MI-hez fordultam, hogy készítsen képeket, mert például akkor az jogtiszta kép, akár a videógyártásig lehet ezt a dolgot művelni. Látványos bemutatókkal és izgalmas előadásokkal kötötték le a közönség figyelmét a szervezők, akik már nagy várakozással tekintenek a szeptemberi versenyre. 13 vármegyében és Budapesten gyérítik a szúnyogokat a héten. Meleg, ködös technológiával földi gyérítés is zajlik a Balatonnál. A katasztrófa védelem által koordinált program keretében többféle módszerrel védekeznek a szúnyogok ellen. Ugyanakkor a szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy mi is tehetünk a vérszívók ellen. Elkél a szúnyogriasztó spré, a Balatonparton vagy otthon a kertekben is sok bosszúságot okoznak a vérszívók. Egyre inkább elviselhetetlen a helyzet. Mondjuk mi Keszthely mellett lakunk nem sokkal, de este alkonyat után már nem nagyon lehet kiülni teraszra. Nem szerencsés, ha csak az ember nem szereti befújkálni magát mindenfélével. Egyébként napközben elviselhető a helyzet. A víz közelben sokkal rosszabb a helyzet, főleg napnyugtakor, szinte alig lehet megmaradni a parton. A szúnyoggyérítésre nagy szükség van, mert sok szúnyog van. Főleg a zöld területen, itt a parkban, lent a Balatonparton is, és ezért ez zavarja az itt üdülőket, meg a helyi lakósokat is. Úgyhogy várjuk nagyon a szúnyogírtást. 13 vármegyében és Budapesten gyérítik a szúnyogokat a héten. Meleg, ködös technológiával földi kémiai gyérítés is zajlik a Balatonnál. A permetező berendezés motorját indítja be a gázmester. A platós járművel az utcákat járva juttatják ki meleg ködös technológiával a szúnyogírtószert. Az úgynevezett földi kémiai módszer a kifejlett vérszívók ellen hatásos. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a készítményt nagyon alacsony dózisban permetezik ki, az esti és éjszakai órákban, amely néhány óra alatt le is bomlik. Ugyanakkor mi is tehetünk az ellen, hogy környezetünkben túlszaporodjanak a szúnyogok. Esti, éjszakai órákban, a nap, tehát követő időszakban földi kémiai eljárással egy platós gépjárműre helyezett berendezéssel juttatják ki a készítményt kisebb mennyiségben. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag semmi más teendője nincs a lakosságnak, mint hogy elővigyázatosságból bezárhatja ugyan a nyílászárút, hiszen ezek kinti készítmények, tehát ha bekerül a beltérbe, sincs baj, csak nehezebben fog elosztani maga a köd. Ugyanakkor maga a lakosság nagyon sokat lehet annak érdekében, hogy eredményes legyen akár az önkormányzat, akár pedig a központi szúnyogérítés keretében végzett gyérítés, hiszen a lakókörnyezetben egy-egy nagyobb felhőszakadás és nagyobb csapadékmennyiséget követően célszerű azokat a pangóvizeket megszüntetni, amelyek akár gyerekjátékokban, vagy éppen virágalátétben halmozódik fel, amire nincs szükség víz, azt nyilván borítsuk ki. Ha pedig valaki gyűjti az esővizet, azokat a tárolóedényeket célszerű lefedni, akár fedővel, akár szúnyoghálóval, illetve a növényzet gondozását is javasoljuk, hiszen egy magasabb fűben, egy erősebb lombozatú növényzetnél ezek kiváló búvóhelyet biztosítanak a már kifejlett szúnyogoknak. Az alkalmazott készítmény melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, ugyanakkor tanácsos becsukni ilyenkor a nyílászárókat és a kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Elektronikai gyártás, fejlesztés. Pécsi cégnél ismerkedtek a szakmaterülettel a fiatalok. Csak 12 év előre kitervelt gyilkosságért. Szavazás és javaslat a pécsi bűnügyben.
375 milliós beruházása a Bói Ipari Park fejlesztésére. Letették az üzemcsarnok alapkövét. Szemmelweis napi ünnepség. Egészségügyi szakdolgozók elismerése Baranya vármegyében. Szombaton alapvetően napos időre van kilátás, vasárnap is kánikulában lesz részünk. Sokat süt majd a nap, de délután elszórtan a Dunántúl északi felén egy-egy futózápor zivatar kialakulhat. A hőmérséklet hétvégén reggelente 20-25, napközben 32-35 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!